Előrehozott választásokkal kampányol Dobrev Klára a DK árnyi Kormányának vezetője közösségi oldalán közölte, hogy ha a Fidesz veszít június 9-én, akkor másnap előrehozott választást fognak követelni. Szakértők szerint a bejelentés egy Bluff. Gyurcsány Ferenc pártja pedig attól tart, hogy Magyar Péter hosszú távon tőlük is szavazókat vehet el. Elemzéssel folytatjuk, Balázs. Így van, belpolitikai elemzéssel folytatjuk. Köszönjük szépen a szót. Erdély Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője van itt már velünk a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot. Hát akkor, ha Magyar Péterrel fejeztük be vele is folytassuk, hogy írt át, hogy látja Magyar Péter megjelenése a magyar politikai palettát? Azt, hogy én hogy látom, az egy dolog, de a számok az azt mutatják, hogy alapvetően azért az ellenzéki oldalon ő egy, az ő megjelenés egy nem várt turbulenciát okozott. Itt két dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy Magyar Péter megjelenése után nem sokkal hirtelen az a demokratikus koalíció MSP párbeszéd hármas az összeállt, amelyik nem sokkal azelőtt még hevesen tagadta hogy ők egyébként bármilyen relációban gondolkodnának az összefogásban, sőt, hát emlékszünk olyan uh, idézetekre pár a párbeszéd például prominens politikusaitól, akik azt mondták, hogy ők egyedül akarják megmérettetni magukat az európai parlamenti választásokon. És azt látjuk, hogy hiába állt össze ez a hármas, nem, hogy nem növekedett az ő támogatottságuk, hanem csökkent az ő támogatottságuk. És ugyanez igaz egyébként például a Momentumra, aki a legnagyobb vesztese lehet Magyar Péter megjelenésének. Azt mondják, a Momentum földbe állt, meg a jobbik kis támogatás tényleg így fogalmaznak az elemzők a friss közvelemi kutatások szerint, tehát hogy jócskán bement 5 Ezt alá. annyiban árnyalnám, hogy a jobbik már eddig is a földben volt, tehát nekik igazából a a 3 ról kettőre süllyedni az persze megtörtént, vagy akár még mélyebbre is, de igazából nekik reális esélyük eddig sem nagyon volt arra, hogy EP mandátumot szerezzenek. Az önkormányzati választás az, az egy teljesen külön történet, de a Momentum esetében viszont azt látjuk, hogy ők bekerültek a bejutási küszöb alá. Ami, ha azt nézzük, hogy ők néhány évvel ezelőtt még 10% feletti eredményeket értek el, vagy 10% feletti eredményeket mértek nekik a, a kutatások, akkor azért ez egy jelentős visszaesés. És itt azt arra érdemes felhívni a, a figyelmet, hogy Magyarországon alapvetően három párt van. A, a Fidesz, a DK, meg a mi hazánk, aminek vannak identitás szavazói, tehát akik azért szavaznak rá, mert azonosulni tudnak a párttal. A Momentuma és a Magyar farkú Kutyapárt például, ők tipikusan olyan pártok, amelyeknek nem identitás szavazói vannak. Nagyon sok esetben jobb hiány szavaznak rájuk. És ezek a jobb hiány szavazók, ezek könnyedén át tudnak menni a Magyar Péternek a pártjába. Tegnap volt egy tüntetés, Magyar Péter szervezte, és nagyon érdekes mozzanat volt, hogy elárasztotta a médiát az a hír közvetlenül a tüntetés után azt hiszem az egyik szalakcím például ez volt, hogy még le sem jött a színpadról a baloldali összefogás által megválasztott sziget Miklósi polgármester, már is beperelte a DK. Ugye itt most a konkrét ügyet hagyjuk, annyiról van szó, ugye, hogy egymást vádolja ott helyben, hogy az egyik dk politikus szerint, meg a DK szerint a polgármester a kollaboráns, a polgármester szerint mármint a Fidesz kollaboráns, a polgármester szerint pedig a DK az. Na, szóval, hogy ennek milyen üzenete van, amikor már tényleg lesen a színpadról egy szereplő, aki felszól a Magyar Péter tüntetésén, és már a DK be is perelte? Az üzenete az nagyon egyszerű, az ellenzéki oldalon látják a számokat. Tehát az, hogy a kutatások azt mutatják, hogy Magyar Péter veszélyt jelent az ellenzékre, azt nem csak mi látjuk, kutatók, hanem látják az ellenzéki oldalon is, ezt látja a Momentum is, meg látja a Demokratikus Koalíció is. És nyilvánvalóan ők is tudják, hogy el tud vinni tőlük embereket, és ez ellen akarnak fellépni. És ezért van az, hogy minden ilyen esetben, amikor valaki Magyar Péterrel mondjuk közös színpadon áll, akkor rögtön összezár például a DK, és fellépnek kellene, Már -már ugye, pe, már ugye perrel fenyegetik a, a, a polgármestert, aztán meglátjuk, hogy ennek mi lesz a jogi kifutása. Sőt, ugye maga Gyurcsány Ferenc is szentelt időt Magyar Péternek. Ugye nem nagyon tetszik a DK vezérének az, hogy Magyar Péter korábban haszonélvezője volt annak a rendszernek, amit most, amit most éppen támad. Mi lesz ebből? Ugye önmagában azon, hogy Gyurcsány Ferenc ebben az ügyben megszólalt, és úgy szólalt meg, ahogy, szól, ahogy megszólalt, azon azért ne lepődjünk meg, mert hát azért a DK-nak mégiscsak hosszú-hosszú évek óta az a krédója, hogy Orbánnal nincs alkú, és amelyik pártnak egy ilyen alapvetése van, ő nyilván fel fog lépni már csak túl a politikai hasznossági szempontokon is Magyar Péter ellen. Ez az egyik része. A másik része pedig pontosan tudják, pontosan látják, hogy az ő, mármint a DK terveit akár a 2024-es, akár a 2026-os választásokra megzavarhatja vagy átírhatja Magyar Péter, és próbálják rövidre zárni ezt a helyzetet, tehát próbálnak tiszta vizet önteni a pohárba, próbálják azt mondani, hogy aki a jelenlegi kormányzat ellen akar szavazni, az nem Magyar Péterhez menjen, hanem a DK-hoz. Az egy másik kérdés, hogy a DK, ebből a szempontból egy teljesen hiteltelen a szereplő, hiszen évek óta folyamatosan ugyanezt mondja, de hogy valódi eredmények nem fűződnek a nevükhöz. Nyakó István, Tordai Bence, Újhely István, Jánbor András, mind-mind baloldali politikusok, ki mszp és ki párbeszédes. Ők is ott voltak a tegnapi tüntetésen, az bennük a, a közös. Miért pont baloldali közéleti személyiség, ugye például Nagy Ervin vagy Noár, és ezek a baloldali politikusok tűnnek fel Magyar Péter oldalán, tehát hogy mennyire éghet rá, úgymond a mostani baloldali ellenzék Magyar Péterre, vagy mennyire tudja majd függetleníteni magát a régi politikai világtól. Azt láttuk, hogy például Rangos Katalinnál is járt, hogy a Spinoza házban említette, hogy Hánendre kutat neki, aki korábban ugye jó kapcsolatot ápolta a balliberális kormányokkal közönyi kutatóként. Szóval, hogy mennyire éghet rá ez a dolog, vagy tudja magát majd ettől függetleníteni? Azt nagyon fontos látni, hogy van egy óriási különbség a között, amit Magyar Péter szeretne és elképzel és elmond, meg a között, ami a valóság. Ugye ő azt mondja, hogy egyfajta politikai centrumban szeretne állni, tehát hogy a baloldaltól is és a jobboldaltól is vonzon el szavazókat. Na most ehhez képest világosan látjuk, hogy a jobboldali szavazók, mert értem ez alatt a Fidesz szavazókat most, a tőlük nem tud elvonni értelmezhető mennyiségű, a Fidesztől nem tud elvonni értelmezhető mennyiségű szavazót, a baloldaltól viszont majd minden pártól képes elvonni. És éppen ezért már azt látjuk a baloldali politikai elitnél is, hogy folyamatosan kiállnak mellette, hogy ez középtávon, hosszú távon mennyire éghet rá, én azt mondom, hogy nagyon. Tehát nyilvánvalóan az egy, az egy egyértelműsítő, vagy egyértelmű dolog lesz, hogy melyik az az oldal, ahonnan ő politikai hasznot képes szerezni, és melyik az oldal, ahonnan ő szavazatokat képes elvonni erről már ugye a tekintetben volt szó, hogy az ellenzéki pártok egy része, például a DK már reagáltak is erre, tehát igyekeznek Magyar Péter ellen fordulni. Ez nagyon érdekes ebből a szempontból látni, hogy egészen addig volt Magyar Péter az ellenzéknek a hőse, amíg be nem jelentette, hogy pártot alapít. Onnantól kezdve, hogy ő pártot alapít, onnantól kezdve ő konkurencia. Maradt még egy percünk, és itt a felvezetőben is elhangzott, hogy a DK részéről Dobrev Klára közben közölt, hogy a Fidesz veszít a júniusi választásokon, akkor a DK előrehozott választásokat fog követelni. Valaki megjegyezte az interneten, nem emlékszem, hogy hol olvastam, hogy 2006-ban az összödi beszéd kiszivárgása után volt egy önkormányzati választás, amit hát gyakorlatilag toronymagasan megnyert a Fidesz-KDMP. Akkor például, az MSZP miniszterelnökeként Gyurcsány Ferencét nem követelték az előrehozott választásokat. És ehhez én már csak hozzá tenném, hogy Dobrev Kár azt a formulát használta, hogy Orbán Viktor veszít. Én nem tudok sem európai parlamenti, sem olyan önkormányzati helyről, ahol Orbán Viktor indulna, tehát Orbán Viktor nem tud veszíteni, de ez csak egy szemantikai kérdés. Ez egy politikai blöff, hogyha nagyon őszinték akarunk lenni. Nyilván a DK nem akar lemaradni a kimond erősebbet versenyben Magyar de Péter. Ez erős lehet, egy ilyen kijelentést? Nem, de a saját táborukat, a, a DK-nak a, a saját táborát, az segíthet összetartani. Maga a kijelentés az egy lufi, tehát nincs érdemi relevanciája, nincs rá érdemi lehetőség, hiszen a következő országgyűlési választások 2026-ban lesznek, és odáig igazából nincs semmilyen olyan helyzet jelenleg, ami miatt Érdemes lenne, vagy akár jelentősége lenne annak, hogy mondjuk egy előrehozott választást írjanak ki. Ugye volt egy ilyen helyzet 2006-ban az összedi beszéd után, amikor azért lett volna relevanciája annak, hogy lemond a szocialista kormány, írnak egy előrehozott választásokat, de most igazából nem ebben a helyzetben vagyunk. Köszönöm szépen az elemzést. Köszönöm.